Sziasztok, én Elek, Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig ismételten egy spongyobos horror játékot hoztam el nektek, mert konkrétan megszámolni sem bírom lassan, hogy ez hányadik. Hogyha örültök ennek az egésznek, akkor mindenféleképpen már most csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Hogyha valaki pedig még mindig nem iratkozott volna fel ide a Gameplay csatornámra, akkor mégis mire vár, amikor durvábbnál durvább gémeket pörgetünk itt? Na de be is teszem a fülesemet, ugyanis itt is vagyunk már a játékunknak a menüjében. Hát így első látványra nem túl bizalomgerjesztő, de ne írjuk le már most a játékunkat. Szóval rá is megyek a playre. És itt is vagyunk már. Persze, hogy a rozsdás rákolló előtt. Aha, még le is lehet állítani a gémünket. Egy kicsikét, aha, hogy nem tudom lejjebb halkítani, ugyanis ez a leges legkisebb hangerőnk. Akkor nem halkítom lejjebb. Miért vannak rendőrök a rozsdás rákollónk előtt? Na de tudok beszélni a rendőrökkel. Talán akkor mi is rendőrök vagyunk most? Hoppá, hoppá! Szép jó estét, detektív! Hát detektívek vagyunk! Sorry, I'm so late. A nekem megfelelő szerepet kaptuk itt. That's fine. We had nowhere else to be. Nem baj, hogy elkésed, detektív, úgy sincs a jobb dolgunk. Okay, give me the rundown of this case. Aha. És akkor itt van a rozsdás rákolló a semmi közepén. Szemben pedig ott van Planktonnak is az étterme. És akkor velük ennyit tudok interaktálni. Na várjatok! Aha, be kellett fejeznünk a beszélgetést, és akkor most tudok csak bemenni a rozsdás rákollóba. Csű, de sötét van itt! Miért vagy ennyire, de ennyire közel az arcomban? Kedves rendőr, ki vagy rúgva? Nem tudom kirúgni őt? Na de, itt van, nagyon de nagyon feltűnő helyen egy villanykapcsoló, amely segítségével nagyon is fel tudtuk kapcsolni a lámpát, de már megint az arcomba jössz. Hagyj már élni! Hát nézzétek meg, hogy követ! Hagyj már békén! Nézzük meg amúgy a menüt, mindenhol herkentyű burger van. Aha, hogy kiszúrtam? Itt pedig van egy mustáros kutya nevezetű kaja. Hát, szerintem mi azt nem akarjuk megkóstolni. Itt nem tudunk bemenni. Itt pedig már nagyon is be tudunk, de kedves zöld uborkafejű izé, nem tudnál kint maradni és hagyni a detektívet, hogy dolgozzon? És konkrétan még a WC-re is követsz engem. Na de... Perfect. A lockpick. És megint itt van az arcomban, hát ki idegen? Találtunk egy ilyen kis feszítő, nem feszítő, vas mi ez? Ez a kis cucca, mivel zárakat tudsz nyitogatni, vágod. Nem jut eszembe a neve. És akkor... Hoppá, hoppá! A szekrényeket feltörtük, és az egyikben volt egy kulcs. Merre kell kimenni? Erre, ugye? Jó megfigyelés! Nem véletlenül én vagyok a detektív, nem pedig te. Igaz, hogy ő mondta, de értitek, ki nem vette észre, hogy az asztalok teljesen megfordultak. De hova tűnt a másik rendőr? Ő kiment? Nem tudunk mi is kimenni? Hát, ha akkor még meg fogjuk úszni a jumpscare-eket, meg a durva horrort ebben a gémben. Annyira idegesít, hogy folyamatosan itt van előttem. Na de itt vagyunk, Rák úrnak az irodájában. Most próbálkoztam, de az F-ünk segítségével sajnálatos módon nincsen elemlámpánk, szóval ilyen sötétben kell lennünk. Aha, ezen a cetlin vannak nekünk hamburgereink, de ez mégis miért jó nekünk? Ide pedig
kéne nekünk egy 4 számjegyű kód. De sehol nem láttam én kódot. Vagy várjatok! Ez a kódunk? Hogy 2, 3, 2, 4, 5. De ez, hogyha jól számoltam, több számjegy egyel, nem? 2, 3, 2, 4, 5. Wow, good job. Mondom én, hogy nem véletlenül vagyunk mi detektívek. Erre bezzeg, az uborka fejű tag nem jött rá. De legalább most is itt van velünk. És követ minket mindenhova, egy ilyen para helyen. Azért valljuk be, jól jön a társasága még akkor is. Ezt már nem én irányítom. Mi volt? Ez a hang! Ne csináljátok, hát pont most mondom, hogy mennyire jó, hogy nem vagyunk egyedül. Erre pedig most már egyedül lettünk. Nyilván eltűnt az emberünk, mi pedig barangoljunk itt. Errefele nem tudunk menni, és a shifttel tudunk már sprintelni. Véletlen lenne, hogy tudunk sprintelni? Lehet, hogy hamarosan menekülnünk kell. Valami, vagy pontosabban valaki elől. Annyira sötét a játékunk. Alig látok bármit is, de minthogyha ott Spongya Bob lenne. Aha, ő nagyon is Spongya Bob. Jól vagy, Spongya Bob? Hogy tessék? Ne! Megidézett valami fura szörnyet. És akkor nekünk előle kell menekülnünk. De hogyha jól látom, sikeresen le is ráztuk. De nem túl nyugtató, hogy bármikor szembe találkozhatunk vele, mint például most. És nézzétek meg, random zsák utcák vannak itt. De kajakra annyira, de annyira sötét, hogy semmit sem látok. Tudjátok, mit lejjebb veszem? Fura fényerő. És hát, ha kevésbé leszünk bedarálva úgy. De Spongya Bob, valami démon idézőbe átcsapott. És ilyen lényeket tud idézgetni így random. Errefele, ha itt vér van, és jön is, utánam, a sprintem pedig vészesen fogy el, és bemegyek a zsák utcába. De az a probléma, hogy egyszerűen annyira új még ez a pályarész, meg annyira ismeretlen, hogy ötletem sincsen, hogy merre kéne haladnunk, meg hogy merre van zsák utca. Most jöjjünk el erre, aha, nézzétek meg, itt van egy ajtó. De ezen az ajtón én nem tudok bemenni. Hát akkor miért van itt? Ezt gondolom, hogy akkor majd a későbbiekben lesz hasznunkra. Itt kezdek. És hogyha elmegyek be balra, ott van az ajtó, ezt jegyezzük meg. Valahol akkor kéne találnunk egy kulcsot az ajtóhoz. Hát ez brutálisan nehéz. És nem garantálom nektek, hogy ki fogjuk vinni. De errefele körbe megyünk. Aha, itt jön erre. Itt pedig zsák utca van. Nem annyira, nagyon durván nagy ez a pályarész. Hogy lehet, hogy valamelyik zsák utca részben van a kulcsunk. Hát de itt vér van. Az nem lehet véletlen. Akkor lehet, hogy erre kell bemenni. Aha! Megvan az ajtó! Hú! Ember! Azt hittem már, hogy sohasem lesz meg, és ott van! A bekattant Spongya Bob!
aki fellerohangál. Ez egy olyan horror játék, hogy igazából rettentő ügyességi. Léci, bújjunk el! Jó, megvan ez az asztal is. Van itt nekünk egy csomó ajtó. Aha, bújjunk el. Leveszem ismételten a fényt, ugyanis semmit nem látok. Hát jobb lett valamennyivel, de azért így sem az igazi. De onnan jöttünk messzebbről, ugye? Akkor most menjünk a legeslegházsó asztalhoz. De fordulj meg! De megfordul! Hát meg tud fordulni, spondja Bob! Hogy várjatok? Próbáljunk meg inkább először bevenni mondjuk ezen az ajtón. Mik vannak itt? Húspogácsák? Aha. Ez pedig full úgy néz ki, minthogyha valakire rádölt volna, de szerintem nem is akarom inkább tudni, hogy itt mégis mi történt. Aha! Hogy ide kell szereznünk egy létrát, és akkor errefele fogunk tudni tovább haladni? De honnan szerezzek egy létrát, kedves játék? Nézzük meg, hogy ez az ajtó mögött mi van. Aha, ide nem tudok bemenni. Nézzük meg akkor most, hogy ez az ajtó mögött mi lehet. Na! Spondja Bob, miért ilyen óriási? Ezt ő csinálta magáról? Mintha valakivel végeztek volna, és annak a felvételét hallgathattuk volna meg. Nem tudom sajnálatos módon megenni ezt a hamburgert. És akkor itt ennyi volt. Hát, ezért nem sok értelme volt ide bejönni. Akkor bújjunk el most szépen ide. És jegyezzük meg, hogy errefele kell tovább haladnunk. És most hagyjunk egy kis időt. Aha, nem lesz elég idő, az a baj. Annyira fura, hogy amikor bedarál minket, szóval amikor elbújunk az asztal alá, teljesen átfordul az egész. És elveszíted a koordinációdat, hogy mégis merre fele vagy. De azt a plakátot nem véletlenül rakták nekünk oda. Majd az alapján próbálom belőni itt a dolgokat. Na de jöjjünk is ide a második asztalhoz. Ott jön Spondja Bob. Adjunk egy kis időt. Ne türelmetlenkedjünk, de elkap! Hát hogy kap el, amikor az előbb még brutál messze volt tőlem? Ki fog idegelni ez a rész is? Miért csináltak ennyire, de ennyire nehézre ezt a játékot? Hát kajakra nem is egy horror játék ez, hanem egy rage game. Nézzétek meg, hogy itt, vagy lehet, hogy elfogy a sprintem. Aha. Hogy az az ajtó nekünk nincsen nyitva. De akkor lehet. Várjatok, van még ajtó? Aha, van még egy ajtónk ott. Ott pedig van egy asztalunk, ha jól látom, ami alá el tudunk bújni. Összpontosítsunk. Most innen. Futi, 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 futi. Aha. Van ott egy kulcs. Az az asztal tetején, amely alatt vagyunk most. Hagyjunk időt, hogy Spondja Bob szépen minél messzebb legyen. Ne jolózzunk. Felvettem a kulcsot. Bújjunk vissza, és nézzük meg, hogy vajon azt az ajtót nyitja-e, vagy pedig azt, amely ott van középpen. De szerintem a közelebbit kéne, és megint... Aha, nem ezt nyitja.
Nagyon nem ezt nyitotta! És jön SpongeBob! Szóval most akkor vissza kéne mennünk ahhoz az asztalhoz, utána pedig, amint elbújtunk oda... Vagy várjatok! Jolo! Nem ezt nyitja! Hát akkor melyik ajtónkat nyitja? Lehetséges, hogy a legelsőt ott. Ez a játék nagyon, de nagyon szivatós. Itt is van az időnk. Csak jó irányba induljak! Fú, de közel volt ez. Aha, itt is van az időnk. Jön SpongeBob! Ne! És most? Ne csináljátok! Elkapott minket, és visszadob ide, és már nincs kulcsunk. De benéztem. Ugyanis... Ja, várjatok! Akkor ezt az ajtót nyitja az a kulcs. Mivel mindkettőt próbáltam, és egyikkel sem jött össze, léci, egyből tudjak a második asztalhoz bújni. Jó. Most már tudjuk, hogy mit kell csinálni. Úgy nagyjából. De... Full messze volt SpongeBob. Meg amúgy is. Mindig, amikor kijönök az asztalról, így megfordul a karakterünk, hogy még nehezebb legyen. Hát miért így van megcsinálva? Kajakra ember legyen a talpán, akinek van türelme végigvinni ezt a gémet. Jó. Akkor kezdek el menni ide, amikor nagyon messze van SpongeBob. Felvettem a kulcsot, és sikeresen be is bújtam ide. Nagyon, de nagyon jól állunk most. Kérlek szépen titeket, szorítsatok nekem, hogy összejöjjön. Hát elfogy a sprint! Bújj el! Jó! Itt vagyunk a legszélső asztal alatt. És akkor, ha igaz, a felvetésem, ezt az ajtót kéne nyitni a kulcsnak, hogyha nem, akkor ideges leszek, és nem ezt az ajtót nyitja. Hát de nem ezt, akkor melyiket? Kedves játék! El ne kapjon minket SpongeBob. Az alapból nyitva van. Vagy lehet, hogy ezt? Nem kell még megszöknünk. Azt írja ott a karakterünk. Hát akkor próbálkozzunk meg azzal a középső ajtóval. Ugyanis lehet, hogy akkor ezt nyitja. Aha! Ezt nyitotta! Köszönöm szépen, kedves játék! Végre! És akkor itt van a létra, amit fel tudok venni. És ezzel a létrával már alig bírunk sprintelni. Jó. Bújj el, bújj el! Jó! Nagyon jó! Léci! Jöjjön össze! Rajtunk van most a világ szeme, és ezt a létrát kell akkor ide behoznunk, és ide támasztanunk. Aha! És hogyha itt van, akkor fel is tudunk rá mászni. Maybe this can jam open the basement door. És megszereztük a feszítővasat, amely segítségével azt az ajtót ki fogjuk tudni nyitni, amelyet a kulccsal próbáltam. Léci, mondd azt!
hogy nem lesz velem szemben. Hát de... Nem ezt az ajtót kell kinyitni vele? Ha nem ezt, akkor melyiket? Ki idegel ez a játék kajakra? Most akkor... Már megint... Szenvednünk kell. És valamelyik ajtót... A kettő közül ott... Tudom felfeszíteni ezzel a feszítő vassal? El ne kapjon, jó? Futi, 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 futi. Elkezdtem végigjátszást nézni, hogy kiderüljön, hogy melyik ajtóhoz menjek, és ezek szerint azt tudjuk kinyitni, amelyiket legesleg először próbáltam, csak valamiért nem jött össze. Lehet, hogy nem vittem eléggé lefele a feszítővasunkat. De várjatok már! Itt pedig... Még mindig itt van ez a szörny! Hagyjatok békén! Ez a játék brutál nehéz! Léci, mondd azt, hogy itt van az ajtó! Aha! Itt az ajtó! Jó, jön az elek! Kijutottunk sikeresen a labirintusból! Nem erre fele kell tovább haladnunk. Menjünk is felfele! Vissza... A rozsdás rákollóba... Mr. Detektív megállapította, hogy le kell lépnie erről a helyről. Nagyon, de nagyon... Orange, we need to get out of here immediately. Jó döntés ez. Kedves narancssárga, azonnal... El kell húznunk innen minél messzebbre. Hát lépjünk is le, még mielőtt Spongya Bob utánunk jönne, vagy valami. Ez már nem vicc. Hogy mi? Kapunk egy fegyvert. Aha, gyere csak Spongya Bob! És nekünk szét kell darálni Spongya Bobot, aki közeledik felénk. Olyan gyorsan lövöldözöm, amennyire csak bírom. És egyre közelebb van. De még mindig negyedén van a HP-ja. Léci, hajj meg! Az a baj, hogy nem is tudom ennél gyorsabban lőni. Direkt úgy van megcsinálva, hogy a végére nagyon, de nagyon közel jöjjön. De hát mi sikeresen bedaráltuk. És legyőztük Spongya Bobot. Aha! Hogy a végén megöl minket. És ennyi volt a játékunk. Ezért szívtam vele ennyit. Konkrétan lassan 45 perce megy a nyers videó. Ember. Mi volt ez a game? De ettől függetlenül, hogy ennyit kellett vele szórakozni, meg ennyire nehéz volt, eléggé éltem. Nagyon remélem, hogy nektek is bejött ez a videó. Hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot. Ott van minden lent a leírásban. Hogyha nem szeretnétek lemaradni egyetlen egy újabb videómról sem, akkor pedig nyomjátok be a csengőt. Én köszönöm a figyelmet, Elek Robi vagyok. Majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben. Addig is, szevasztok!